A tavalyi év végén az MSZP kormányzás kísérletet tett a nyugdíjak ellopására. Ez egy nagyon kemény kifejezés, tudom, de a magánnyugdíj pénztárokkal kapcsolatosan olyan dolgok történtek, mindannyian azt hiszem már sejtik, vagy érzékelik, hogy a 10 évvel ezelőtt újra Magyarországon bevezett magánnyugdíj pénztári rendszer felhalmozott mostanra, hangosan mondom, hogy mindenki hallja, 2100 milliárd forintot. Ez egy nagyon komoly summa. A 2100 milliárd forintos tétel már az elmúlt esztendőben, 2009-ben bizonyos értékvesztések, meg egyéb dolgok miatt, egyéb okok miatt már komoly veszteséget jelentett átlagosan a magánnyugdíj pénztár tagoknak, és ez egy 3 millió körüli ember, tehát nem egy kis tétel ez sem, körülbelül egy 30%-os veszteséget. Volt, akinél több, volt, akinél kevesebb. Na most ez még csak hagyjám, mert hát ez magánnyugdíj pénztár, de még mindig állami felügyelet mellett, tehát az állam tulajdonképpen szabályozó ereje, ellenőrző szerepe biztosított volt. De kötelezővé tették a fiataloknak, a pályakezdőknek, és akik utána beléptek, nem pályakezdők, azoknak is kötelező lett. Kivéve azt a kis enyhítést és módosítást, hogyha valaki 2008. december 31-ig betöltötte az 52. életévét, akkor az 2009. december 31-ig kérhette a visszalépését a társadalombiztosítási alapnyugdíjba, tehát a nyugdíj alapba. Nem volt több, mint 50-60 ezer ember, aki visszalépett. Vagy tájékoztatási probléma, nem tudjuk pontosan, de ez tény. Többiek számára a jelenleg elfogadott, mármint a múlt év december utolsó parlamenti ülésén a kormány közeli, illetve a kormány, illetve az MSZP képviselők által elfogadott, nem nagy többséggel, de mégis elfogadott úgynevezett magánnyugdíj pénztári törvény, az még jelenleg folyamatban van, tehát ez 2013-tól élesben működik. Ami azt jelenti, hogy ettől kezdve a nyugdíjak ellopásának lehetősége, vagy eltüntetésének lehetősége sajnálatos módon, mint részvénytársasággá alakuló magánnyugdíjpénztár, mint kötelező tagsági viszony definíciója, sajnálatos módon kikerül az állami ellenőrzés alól, és azok, akik ezt kihasználhatják, hát ismeretlenek, illetve a pénzvilág, az offshore cégektől kezdve sok minden más is fogja eldönteni, hogy mibe fektetik a pénzt, és bárhol világviszonylatban csőd van, akár pénzügy, akár gazdasági csőd, vagy mondjuk Magyarországon is nagyobb problémák lennének, akkor ez a pénz már ellenőrizhetetlenül és szabályozhatatlanul áramlik majd valamerre, valahová, akár azt is elérhetjük, vagy elérhetik a nyugdíjpénztártagok, hogy nem lesz nyugdíjuk, amire számíthatnak majd. Ez egy nagyon komoly probléma, és ez mondom 2100 milliárd most, és akkor ez még halmozódik nyilván 2013-ig. Ha engedjük, ezt nem fogjuk engedni. A nyugdíjakra és a nyugdíjasokra a Gyurcsány korszak és azt követő máig élő kormányzási és politikai magatartás rendkívül komoly veszélyt jelent. Ezért a nyugdíjasokat és a nyugdíjakat állásfoglalásunk egységes, meg kell menteni a Gyurcsány korszak következményeitől, és erre a Fidesz deklaráltan, garantáltan készen is áll. Mit garantálunk mi? Hát először is megvédeni az emberek nyugdíját, vagyis az állami kézben tartja a nyugdíjalapot. Ez nagyon fontos. Megőrizni a nyugdíjak értékét, beleértve a vásárló értéket, hiszen ez gyakorlatilag ezt jelenti. Hogy olyan gazdaságpolitikát folytat majd a Fidesz, amely növekedési pályára állítja az országot. Persze, ez mögött sok minden van, ez sok minden kell. De hát ezeket a taktikai lépéseket, programon belüli konkrét módszereket természetesen nem most publikáljuk. De készen állunk.
megőrizni a nyugdíjak értékét, tehát ez egy alapkérdés. Tehát az a bizonyos romlás, a reálérték csökkenéstől kezdve. Csak gondoljunk bele abba, ez egy alapkérdés mindannyiunk számára, a majdan nyugdíjasok számára is, de a mostani nyugdíjasok számára. Gondoljunk csak bele, hogy most jelenleg hogy néz ki a inflálódás. Hát az összinflációs ráta az mondjuk nem akkora, hogy az ember azt mondja, hogy szörnyű, de az is sokkal több lett. És közben nézzük csak meg a háztartási energia, az áram és a gáz, a gyógyszerárak, a nyugdíjasok, idősödők számára különösen kiemelhetően fontos élelmiszercikkeknek az áremelkedése, az bizony már 8-10% körül mozog. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, akkor mindaz, ami történik, még ráadásul a megélhetés szempontjából is, a megélhetési válságot fenyegetően növelő tényezőként szerepel, nagy rétegeket érint, 100 000-eket, 1,5 millió magyar nyugdíjas jelenleg a létminimum körül él nyugdíjából, több 100 000 az, aki a 30 000 forint körüli nyugdíjból él, és nyilvánvaló, hogy ezekért a nyugdíjasokért nagyon komoly felelősséget érzünk, de felelősséget kell, közköteles, közfelelősséget kell éreznie, ha érzi, a kormányzásnak. Nem mi kormányzunk, hanem a kormányzat kell, hogy ezt közköteles közfelelősségképpen tegye. És nagyon fontos, amit már elmondtunk egy pár sajtótájékoztatón is, meg kifejeztünk, lehetővé tesszük, hogy minden nő életkortól és korhatártól függetlenül, nagyon hangsúlyozom, 40 évnyi munkaviszony után nyugdíjba vonulhasson. Nem kötelezően, mert ezt is kiforgatják, nem kötelező, nem küldjük el a nőket, ugye 40 évi szolgálat után menjenek szélnek és kész, és menjenek nyugdíjba, mint ahogy ezt megtették annak idején, ugye a váltás körül, meg után, ugye a fegyveres testületek, stb. Elküldték nyugdíjba. Óriási problémát jelentett már akkor a korkülönbségek, a szolgálati idők, és hát sokan, sok száz, 10 000 és 100 000 embert érintett. Az MSZP-nek nagyon komoly elszámolnivalója van a nyugdíjasok felé, nagyon komoly. Választ kell adniuk arra, miért vették el azt a bizonyos 13. havi nyugdíjat. Most az lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, kérem szépen, nem ez a fő probléma, vannak ilyen telefonok, meg vannak ilyen megjegyzések, hogy a 13. havi, hogy ne jelentene. Hát az ösztétele is borzasztó nagy, a korrekciós nyugdíj elvesztése, illetve átütemzése is óriási összeg, a 8%-os veszteség is óriási összegeket jelent. Mindenki megérzi, ebben az inflációs rendben, ami most zajlik és újra ugye fokozódik, és az első negyed évre, fél évre az MSZP kormány sem ígér, minden ígérete ellenére sem valamiféle megoldást erre. Ott ugye a nyugdíjprémium, meg ilyesmikről szó van, de hogyha kiszámítjuk ezeket, akkor ezek a nyugdíjprémiummal kecsegtető üveggyöngyök is sajnálatos módon messze nem fedezik a veszteségeket.